A vendégek az alapszakasz győzelemért, a hazaiak az utolsó hely elkerüléséért harcolnak, így a Paks volt a meccs torony magas esélyese. Ennek ellenére a kékcápák kezdték jobban a mérkőzést, az első negyed után 23-18 állt az eredményjelzőn. A második 10 percben sem változott a játék képe, Miller látványosan és eredményesen kosarazott, Anru 5 triplát dobott az első fél időben, így a nagyszünetben 12 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A pihenő után folytatódott a hazai varázslat, a Szavics-Krisztanovics páros többször állította megoldhatatlan feladat elő a paksiakat, akiknek csak felvillanásaik voltak, így Sitko Ernő együttese a 24. forduló legnagyobb meglepetését okozva 92-69-re legyőzte jóval esélyesebb ellenfelét. Úgy gondolom, hogy az egész mérkőzésen koncentráltan megvalósította a csapat azt, amit elképzeltünk. Mindig felkészülünk az ellenfélből természetesen, de gyakran látom azt, illetve gyakran nem látom vissza annak a készülésnek az eredményét, amit szeretnék látni. Ez a mai mérkőzésen nem így volt. Végre azt láttam, hogy úgy érkeztek meg az öltözőbe a játékosok, hogy minden mérkőzés előtt odaadom az ellenfél játékait természetesen papíron, és mindenki látja, hogy mit játszik az ellenfél, de ma volt az első olyan alkalom, hogy a játékosok ezzel érkeztek az öltözőbe, láttam, hogy jegyzeteltek rá, vagyis felírták, hogy mit, hogyan fogunk védeni, és valószínűleg meg is tanulták, mert a mérkőzésen ez jött vissza. A vendégek edzője szerint az vezetett a vereségükhöz, hogy nem volt vezéregyénisége csapatának. Tompák voltunk, meg most már szokásunkhoz híven megint nem jó ritmusban, pedig erről beszélünk sokat, meg nem jó hozzáállással indítjuk a mérkőzéseket, nem tudjuk kontrollálni a saját játékunkat, meg az ellenfelét sem igazából, se védekezésben, se támadásban, azzal együtt, hogy megpróbáltak megzavarni, illetve meg is zavartak minket a zóna védekezésükkel, de azért próbáltunk rá reagálni, semmi nem működött, senki nem volt, egy játékosa volt a pályán, aki át tudta volna lendíteni a csapatot, nem éreztem a kohézió erőt, nem éreztem azt, hogy tényleg fel tudnának pörögni, lelkesedni. A forduló további eredményei Mavsz Jászberény 96-91, Kecskemét Kaposvár 71-70, Körment Pécs 77-60, Szombathely Albafehérvár 73-71, Szeged Szolnok hosszabbítás után 97-101 és Zalaegerszeg Sopron 58-66. A tabella élén a Szolnok áll 19 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve az egyaránt 18-6-os mutatóval rendelkező Atomerőműt és Zalaegerszeget. A Marsó Nyíregyháza 5 győzelemmel és 19 vereséggel a 13. helyen várja szerdai székesfehérvári vendégjátékát.